videót. A notebook.hu támogatta. Támogatta. Na hát szevasztok srácok, nem vagyunk túl boldogok, szevasz Leo. Szia Patrikom, Halli, sziasztok. Hát itt vagyunk Monakóban, és ezt nagyon nem vártuk, semmelyikünk sem, mert ez gyilok, ez a pálya minden szempontból. De itt vagyunk, atya, és le fogjuk nyomni. Atyaisten Leo, hogy állunk táblázatügyileg, mert ha itt elrontjuk, már pedig valószínűleg, akkor mi lesz, mi van, hogy vagyunk? A Tsunoda vezet 86 ponttal, nekem 77 ponton van, Alonsónak 69, neked pedig 68, úgyhogy most ilyen jó szorosan állunk, de ez nagyon csúnyán megváltozhat most. Így van, így van. Úgyhogy hát szurkoljatok nekünk, most azonnal durralcsatok nekünk egy lájkot, mert ezt ütünk ott pár percet, amíg, ja is felhős az idő, ütünk pár percet, amíg azon agyaltunk, hogy na most aztán ezt most akkor el kell indítanunk és nyomni kell. És hát nem voltunk túl boldogok, mert ez szerintem, nem tudom Leo, te hogy állsz vele, szerintem ez egy olyan pálya, ami egyszerűen nem állja meg a helyét a Forma 1-ben jelenleg. Szerintem is ehhez az autókhoz már kevés. Tehát nagyon szűk, előzhetetlen. Nagyon. Egy kígyózás, egy vonatozás, és akkor még ráadásul, ha hibázol, akkor viszel magaddal mindenkit, aki mögötted van, tehát... Igen. Nincsenek bukóterek, ellenben azért tempó az néhány helyen van. Tehát hibázni igazából nem tudsz. Mert amint hibázol, falban vagy, szóval... Igen. És szánytörés, mikroszánytörés, ez mind közrejátszhat a mai napon. Meglátjuk egyébként, hogy ma mit mennek az vagy holnap mit mennek a futamon. Fú, nagyon kíváncsi leszek. Igen. Meg hogy mi mit megyünk, Leo, mert hogy a VB-be azért csak kéne nekem tartanom magam, és én nagyon lecsúsztam. Igen, most egy picit... Nem sikerültek úgy a dolgok. Nem. Most itt Tsunoda, ha ezt Tsunoda megnyerni, nagyon nagy baj lenne. Márpedig... Benne van. Úgyhogy nagyon kell a szurkolás, srácok, a mai napom. Már el is rontottam. Fuhu! Mögötted jövök majd egyébként, még most jöttem ki kivezetőn. Ja, láttam. Én inkább úgy megyek, próbálok inkább óvatosan menni. Óvatosan, igen. Mert itt egy keréktörés utolsó hely az elkönyvelhetően ott is maradsz, tehát itt... Igen. Itt nincs izé, előrelépés, meg mit tudom én. Meg hiába lenne safety car, akkor is nem bírsz áthámozni. Nem tudom hát, hány ember. Tudod, egyébként 1-2, de azt is úgy, hogy úgyis dübbentek, koccantok, szánytörik. Az igen. Meg azért nem az igazi. Hát... Ez a kör, ez nagyon biztonsági lesz. Egy 12 végét, 12 közepét tudunk menni azért. Nagyon sem szabad edzésen tudtunk. Igen. Most jelenleg Alonso 12-5-tel az első. Annyi, hogy eléggé felhős az idő. ...14-1, Leo. Ugye biztonság volt. Az volt. Másfél. Viszont lehet több kört venni, mert egyrészt az air sem fogy, a gumi se kopik, úgyhogy itt lehet azért karikázni. Baszki. Ez a kanyar, ez... Ja, és közben nagyon nehéz beszélni ezen a pályán. Há, hogy ne? Valagút is. Szóval nem akarunk ilyen demotiváltak lenni, de... A tények magukért beszélnek. Ide nem, igen. Orvosi papír nem kell. Ennyi. Ajj! Azt hol fordítottam be?
Na még egy jucsó körünkben, srácok. 7 tizedet kaptam. Hát, ha javul a második körre. Ez tényleg baromi jó, hogy több kört tudunk menni. Csak kérdés, mennyire használódnak azért el? Ezek a gumik. Igen. Hát az elsőnk az most fog elfogyni. Így is van. Nem hagyom nagyon izélni. Hűha. Zunoda. Zunoda. 12-4. Na, hát 9. hely. Jöttök? Én 3-ra most feljöttem. Ó, basszus, itt elengedni a mezőnyt, te. Menjél, jó. De most mi a szar lelassít előttem? 6%-ra koptak 3 gyors kör alatt, Leo. Ezek itt a nyers tények, és mindjárt elfogy az üzemanyag, és... Ujjajjaj. Na jó, bemegyek. Azt rakom fel az újat, már 14. vagyok közben. Igen, látom, 7 tized. Jó, akkor 12-4 a Cunodáé. És ahhoz képest én... Ha egy tizedet javítasz, már 10. vagy. Ha 2 tizedet javítasz, akkor már 6. Azt a mindenit. Na jó, én megyek is ki erre a hírre, Leókám. Próbálom összerakni, mert itt nagyon fontos, hogy honnan indulsz. Na jó, én itt vagyok már. Remélem nem most akarnak kijönni a pályára. Úgyhogy én akkor megkezdem, Leó, aztán meglátom. Oké, én még hátul a kikötőnél járok. Gyerünk. Lehet túl óvatosan csinálom, de... De valamiért úgy érzem, hogy muszáj. De aztán tudja a fene. Lehet semmi értelme ennyire óvatosnak lenni. Nyomni kell, mint a pokol. Igen, csak elég nehéz nyomni, mint a pokol. Baromira nehéz. Hát ez nem javítás, basszus. Pedig majdnem. Na gyerünk. Második szektor a gyengém, úgy érzem. Oh. Itt is lecsúsztunk szépen. Nem megvan. Hú, basszus. Basszus, nekem is kellene vonal. 180 ezreddel előztem meg Cunodát. Hoppá. Hát, nekem nem megy. Nem tudom annyira nyomni. Egyszerűen nem. Erünk. Van legalább egy pici.
Hát 7% az RS, ezt már nem is érdemes most nyomnom, hanem gyorsan bejönni. Igen. Új gumikérés, akkor még egy próba. Egyszerűen nem tudok feljebb jutni, srácok. Pedig igyekszem tényleg mindent megtenni. Szaron sokat veszítek, hallod? Annyira koncentrált nem tudtam kimondani. Pedig szófosásom van nekem mindig. A visszafordító. Na, most ugye? Talán... Ezt azért csak befejezzük, srácok. Hoppá! Negyedik! Na. Yes! 12-6. Na most takarodás befele. Még lesz egy esélyünk. Azért csak össze tudtam rakni egy kisebb javítást, egy 4/10-es javítást. 1-10, 1-20 alatt körbe kéne érnem. Menjetek már! Engedjetek már! Ja Istenem, nincs ott senki, engedjél már! 1-22 Leo. Plusz 1-20. Box. Ajaj. És a és boxból. Most jön mindenki. Mindenki most jön. Nem fog körbeérni. 1-10. És még nem jöttél ki. De, már kint vagyok. Ja, kint vagy? Ja, látom, már most megjelent a térképen. Hú, ez... Már ez nagyon szűk lesz, Leo. Megötted van az egész beszőny. Igen. És én pedig nem fogok senkit elengedni. Mert hogy hol? Ugye? Igen, igen. De hát mondom tényleg, mindenkit elkéled, mindenki ott jön. Hát ez az. Gyerünk. 30 másodperc, Leo. Látom. Hoppá. Jó, van az úr. Mi, te nem vagy kint? Nem jöttem ja, ki. Jó, te akkor nézel most engem? Igen. Nagy premierben. Gyerünk! Nem érek oda, Leo, nem érek oda. Ezt 3, nem 2, hiszem el. 3-2-1-0. Basszus! Pedig én mindent megtettem. Ennél gyorsabban nem tudtam volna ezt megtenni. Hova lettél? Ó, baszki, 8. Úristenem. Bejött Vettel, Hamilton, Leclerc, Perez, Alonso. Te meg első, az komoly. 26 000-re. Sikerült. Yuki. Hát gratulálok, Leo, ezen a pályán. Köszönöm szépen, de Yuki, tudod, nekem a rajt az nem a erősségem. Na jó, oké, és akkor hát ahogy beszéltük, ugye soft és medium. Az lesz a strategy. De így van, ennyi. Tehát és nincs hány is kör? Más. 39 kör, mondjuk 40-re levesszük. De így van. 40,3-ra veszem le, mert itt sok izé nincsen. Aston Martin safety car. Fú, srácok. Ráadásul erről fordulok rá. Itt minden szar most nekem. Beragadtam a rajtát. Az jó. Már most az elindulásnál. Pedig az elején azért kéne még előznem. Nagyon kéne előzni. Csak nem szabad belekeveredni a botrányba. Bizony. Fúhúhú, Leo! Mi a szar lesz itt? Mi lesz itt, te jó Isten? Meg itt majd! Ott, ahol most fordulsz. Hát én itt úgy be fogom verni melléjük, mint az állat. Hát normális vagy. Hát biztos nem fogok ilyen izét hagyni. Hát egy autót elfér mellettük. Máshol nagyon nem tudsz előzni. Nem. Esetleg még itt az alagútban.
a végén oda, kifékezéssel. Olyan őrületes nagy sebességekkel, hogy ráes. Bizony. Hát jó kigyorsítást. Igen. De ráadásul az alagút kanyaros, tehát ott el tudod dobni. Bizony. Hát itt lesz izgalom ma, srácok. Ez csúnyogat. Esküszöm, már várom, mi lesz. Jézus. Viszont srácok, elképzelhető, hogy egy kör után kiesek, tehát hogy itt bármi elképzelhető, de nagyon fogok figyelni. Húha. Légkondit kinyomjuk. Hajrá, Leo. Hajrá, neked is. A buszából indulok, de jó, oké. Okay. Na. Gyerünk! Let's go! Gyerünk. Na mi van már? Ja, még nem érted a vége. Jézusom. Gyerünk, 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 gyerünk! Dübbenés! De nem én voltam az elkövető. De jó, sikerült eljönni. Szétadlak. Tunci a második. Lehíz az autó, ki tudom megállni. Én meg belementem valakibe. Hagyjatok békén, hello! Úristen. Ropognak a kocsik mögötte, azt hallom. Ropogtak. Én buszosan fordultam el ott a izébe. Borzasztóan jön cuni. Hát de nem nagyon tud veled mit kezdeni ott, nem? Hát a nyíl, az a hátamban van. Jó, hát az nekem is van. Azzal nem kell foglalkozni, Leo. Ja nem? Oké. Okay. Hát az csak egy nyíl, tudod. Nem szeretem, mikor néha bepirosodik. Nem baj. Ne foglalkozz ilyen apróságokkal, Leo. Itt van előttem Hamilton. Két helyet jöttél előre, azt írja a kompjúter. Hát a buszsáv, vagy ebbe a kanyarba, tudod. Aha. Aha, én a buszsáv, ott, én beverem. Olyan szép libasorba mentek el, hagyjuk már. Hamiltonra nagyon ráestem. Opa! Ó, de megcsúsztam! Ne! Az történt, Leo, amit te csináltál! A bedübbent a hátulja! Be! Tehát most megáll mindenki akkor! Meg! Úristen! Hátsó kerékkel! Safety car! Úristen, Jézus! Pedig én már körbe jöttem! Hát nem is az a lényeg. Hát mindegy, van egy safety car, hát harmadik kör. Ezt én okoztam abszolút. Gyerekek, ez egy hosszú futam lesz. Vagy mindketten kiesünk, és akkor nyilván nem fogjuk végignézni az AI-okat. Hát igen, azt nem tudjuk, igen. Ami van viszont így, hogy kicsit lehet mókulni azzal, hogy meddig maradunk kint. Ugyanis lehet kímélni szépen a gumikáinkat. Úgyhogy, úgyhogy igen. Gyerekek! Mi van, Leo?
Én voltam a hibás, de hát most mi van? Most mit csinálják? Nem arra mondom. Tudom, hát most nem tudok mit csinálni. Gyerekek, ez a Monaco... Nem, maga ez hogy... Ez a Monaco? Hát... Ja, Istenem már. Nem érhetlek titeket utol, nem akarja engedni a rendszer. Hol a safety? Mindjárt belerobbanok. Ja. Itt állt az első szektorban. Aha. Aha, már itt vagytok valahol, jó van. Csak bejött a safety. Megmondom őszintén, kicsit félek tőle, úgyhogy én emlékszem Ausztráliára, amikor kicsit közel igen. voltam hozzá, és... Igen. Hát mondjuk úgy, hogy találkoztunk. És találkoztatok, igen. Cső, gyerekek, a szar lesz ezen a futamon még. Azon gondolkodok már Hamilton mellé, hogyan tegyem be majd a kanyarba, tudod? Az igen. Bizony. Hát más lehetőség nincs. Ojaj, Hamilton laggolt egyet. Uh-huh. Ez nem tetszett a kis lelkemnek most. Hú, na jó van. És még egy kör. Nem megy be mi? Nem hát. Nem. Jó, hát akkor még egy kört megyünk. A nem Tommy miatt egyébként. Oké, hogy ott megállt mindenki, de szerintem már ki lehetne vinni amúgy. Még Giovinazzi, Mick Schumacher és Mazepin még le vannak maradva. Aha, akkor ők voltak az elszenvedői ennek a dolognak. Szerintem voltak boxba. Igen. Hát gondolom első szárny. Igen. Első szárnyos is lehetett. Jó, nekem semmi baj nincs az autónak. Oké, csak meg akartam győződni róla, hogy nothing problem. Elvileg az enyémnek se. De ez még nem jelent semmit. Viszont így tényleg ki lehet tolni egy kicsit a kerékcserét. És akkor majd jó kérdés, ki mikor jön. Így szerintem el lehet menni a 15. körig. Igen. Ó, de betenném ide Hamilton így. Hoppá! Mondjuk így is ezt fogom tenni. Azt mondja, Hamilton, hoppá! De csak ne bántsd az egy kis Hamiltonomat most. Örülök neki, hogy a 5. helyen ott el grasszál. Egyébként lehet nézem a 4. Igen. Hát mellé is majd valahogy beférkőzök, ne aggódjál. Most jön ki majd. Oké. Okay. Nem? Vagy csak mondta, hogy maradjak mögötte, vagy most mi hát van? Hát csak mondja nem. Amúgy. De szerintem indiszlap lesz most már. Aha. Ja nem. Még nem ért semmit. Hát akkor menjünk még egy köröcskét, Leo. Mi baj lehet? Még Mazepin nem ért utol minket, ahogy látom. Hát aztán utol akkor mi van? Na ez az. Most akkor mi van? Mazepin meg kell várni, azt mondja. Lére teszem az üzemanyagot. Mert érzem, hogy el fogom használni. Hűha! Leo! Hát, de most végigmegyük az egész 39-et. Nekem mondjuk jó, tehát nem arról van szó. Persze. Mit menne? Hát szépen végigdötyögnék a monakói nagy díjat, így az kész. És nyerné egy jó? Monakói nagy díjat, baszki. Így. Milyen azt dicsőség mondom, hogy... lenne az Leo? Olyan, mint az a tavalyi belga. Azaz. Figyelj, nekem 30%-osok a hátsók. Nekem csak 15. Az komoly. De az egész mindenségem 15 egyébként. Aha. Elől, hátul. Jó, mondjuk én annyira nem küzdöttem. Igen. Az életem, tehát óvatosba toltam. Én az életemért mentem, Leo. Azért mondom, hogy persze, hogy jobban el van használva. Hát meg én Barcelona óta mágus vagyok, tudod? Igen. Gumi van.
Na, fel van töltve minden eres, Benyából is annyi van, mint a gyűlölet. Na mi van már? Na végre. Ha már jó lesz. És le kell maradnom, azt mondjam. De tehát hiába nyomom, nem történik semmi, csak gurul. Kíváncsi leszek, Leo mikor indítja. Áj, nagyon, nagyon szemét módon fogok csinálni az egészet. Tudom, mit fogsz csinálni, ismerlek. Célegyenesbe indítottad el? Igen. Annyira tudtam. Előtte nem merted, nehogy aztán ott neki pördül valaminek. Igen, át akartam esni a sikános dolgokon, de hideg lett a gumi, azt arolt. Jajjaj. Te. Gyere ide, Hamilton. Beteszem a betennivalót. Hoppá. Hello. Puszika. És tényleg én mondtam. Normális, hát Hamilton mögöttem felrobban, látom, hogy izeg mozog az autó. Füstöl a sisak. Az. Jaj, gyerünk. Leclerc-et kéne még utolérni. Olyan szűken merik venni ezt az utcsó izét, ahol én itt megperdültem. Én most már nagyon kerülöm. Szóval ja, edzés óta. Hogy rám tapad. Gyere már, Leclerc, hát hogy dübbenjek neked a izéba? Dübben! Jaj, úristen, Leo! A hangok! Hát hallod, majdnem nekicsattantam a falnak. Gyerünk! Adod egy izé, hogy itt a DRS-sel olyan sokra nem lehet menni egyébként. Gyakorlatilag semmire. Aha. Igen. Ne menj már el annyira, Leclerc, gyere már visszád! Ellógott? El, 1,8. Ezt megint DRS, azt mondja. Igen. Na jó, van. Egyelőre legalább tartjuk magunkat. Az is jó. Az is jó. Én azon imádkozok, hogy semmilyen hiba ne legyen, mert így, ha elgurulgatok itt elől, akkor ez meg lehetne, be lehetne húzni. Az egész mezőny itt van a hátamban egyébként, tehát egy hiba és mindenki megáll. Igen. Hoppá. De tényleg igazad van, hogy nem tud előzni. Hiába izéli. Nem, dehogy tud. Hörög itt mögöttem. Hú, nagyon elment Leclerc. Nincs meg a versenytempom. Ajajaj, na, kezdődnek lassan a box kiállások majd. És akkor meglátjuk, hogy ezt ki hogyan hozza. Le. 2-2-re van Leclerc. Ajaj. Már annyira nem tapadnak ám ezek a gumik.
Mondjuk hát nekem, tényleg, aki próbál maxot menni. Azt akarom mondani, hogy ha tényleg 30-on volt, akkor nem csoda. Igen, a háttér már nagyon csúszkál. Azért az alagútban mindig elfelejtem, hogy nem szabad elsőt nyomni, mert akkor azt a kanyart nem bírom bevenni. Azt a törést, ami benne van. Vágom, egyről beszélsz, de amúgy én eddig nyomtam, de most, hogy mondtad, gyorsan kikapcsoltam. Gyilok ez a pálya. Jaj, hú de hosszú még ez, 29 kör van még hátra, hát. Nagyon hosszú lesz ez most, Leo. Nagyon. És kérdés, hova szarba jövök vissza, meg te is, a boxkiállás után? És ott mi lesz? Meg kéne várni, most. Ó, te. Ha most bemennék, azt mondja, hogy a 20. helyre jönnék vissza. Bizony, mert volt safety. Hát akkor nem jövünk be még egy jó darabig. Én max akkor jönnék be, amikor ma mindenki más bejött. Igen, 11. elvileg most kezdődik, meglátjuk, hogy egyáltalán valaki megy ki. És akkor biztos, hogy nem szorulok be senki mögé. Nekem már nagyon csúnyák a hátsók, 45%. Ó, basszus, ez kemény. Hoppa! Kerékkel megkocoltam az egyik falat, Leo. Hú, hát ha nem lett baja. Nem tudom, mi legyen most ezzel a kiállással, meddig húzzuk. Nekem már gyász. De van, aki már bejött. Hú, Tuni! Tuni megpróbálta, amit nem akartam, hogy megpróbáljon. Hol? Télegyenesbe. Kamikázézott volna egyet, de... Megúsztad? Dübbentünk mondjuk egy jót, de... De na. Hát a jó dübbenések. Azok benne vannak, kedves Leo. Igen. Monakóban az alap. Igen. Megtolt valaki? Benne van. Gyerünk! Vagyok egyébként a nyakamba. Mindenki. Bizony. Nem vagyunk messze, Leo. Egész pontosan te 4 másodpercre vagy tőlem. Azt a mindenit. Leclerc kint. Tsunoda is kint. Jó, megkapom majd Vettelt a nyakomba akkor. Ki gondolta volna, hogy 13. körben Leo lesz az első helyen, én pedig a 3. helyen. Igen. Monakóban. Az kemény. Gyerünk. Nagyon legyilkoltam ezeket a gumikat már. Nagyon óvatosan fordulok, mert félek én is, hogy ez így egyre jobban csúszkálgat. Ó, igen. Most ha mondja a mérnök is, hogy a tire grip az már nem az igazi. Akkor még... szépen fogalmazott. Kb. 4-esbe dobtam el majdnem a seggét, Leo. Szép kigyorsításnál. Vettel is kijött. Én is. Hamilton is kijött. Jézusom. Mi? Ezek majdnem izét tettek fel nekem. Hardot.
Hát ez mi? Ezek nem normálisak. Gyorsan átállítottam, Leo. Atya világ. Hárdott. Tizenhatodik vagyok. Uh-huh. Ez a daráló. Húsdaráló. Azaz. Opa. Nagyon hidegek a gumik. Gyerünk. Raikő nem van előttem, próbálom utolérni. Tehát ezek még baromi hideg gumik, Leo? Igen, kell neki, hogy 2-3 kör. Na menjél kifele, Raikő nem. De hogy megy ki? Meg se néztük ki, min indul amúgy. Az első 10 softon indult, és a 11-től lefele meg médiumon indult. Akkor mi? Ezek még nem mostanában fognak. Nem, többfélek én is. Te még kint vagy, ugye? Igen, még én, mert nekem még ugye jobb volt a gumim. Igen. Safety car-ról van plusz 4 kört. Mert többet tudok. Aha. Mókoskodni. Ez azt jelenti, hogy még 3 kör tudok menni, igen. Ezen. Ebből egy is úgy fel kell rakni. Mindjárt beérek. 15-3-at egyébként. Ja. 15-6-ot mentem most mondjuk. A 15-3 a legjobb köröm. 15-6? Mhm. Uh-huh. Hoppa. Nézzük én mit megyek, izék van. Közepeseken. Te jobbat? 15-2. Azért mondom. 4-5 tizedet kapsz akkor körönként, Leo. Igen. Az neked nagyon nem jó, mert itt előzni utána nem lehet. Igen. Hiába vagy jobb gumikon. Úgyhogy... szerény véleményem szerint taka ki. De te igen, tudod? Már most jaj, úgyis ki kell jönni, tehát... Nagyon hát igen. Nem húzhatom. Igen, csak... Hogyha a pályán elveszítesz körönként 5 tizedet, szépen összeadódik, és a végén még mögén kerülsz, és nem tudsz megelőzni. Pontosan így van. Ez a pálya, ez nem az, hogy itt lehet taktikázni jelen sajnos. Ez így van. Raikkonenék még mindig mennek. Kérdés, hogy hányadik körig tudják elhúzni? A francba. Mi történt? Cunoda elment. Pontosan ezért kijáratnál. Milyen kijáratnál? A box kijáratnál. Én is bejöttem médiumért. De Cuni megelőzött a boxba, úgymond. Aha. Az érdekes. De most hajtottatok be a boxba már? Nem, Cunoda már volt. Én most jöttem be, és Cunoda mögé tudtam csak visszajönni, tehát vesztettem annyi időt. Hányadik vagy? 9. Azt a mindenit. Hát akkor... Olyan sokat nem veszítettél, mert én meg 16. Hát csak mennyire vagyunk egybe itt. Látom a piros pöttyöt.
Ja, és az... Ja, az Leclerc, látom. Jó, oké. Okay. Azért mondom. Leclerc 13. Nem veszítettél te most amúgy. Csak Tuninak volt akkor viszont baromi jó tempója. Eléd vágott? Mhm. Hát igen, Leo. Észre, de át kell magad vágni rajta valahogy. Vágni. Most itt. Á, nem. Visszafordulósba? Nem szabad. Igen, a visszafordulósba. Észre kell, Leo. Nem, mellette voltam, de inkább visszahúztam. Még a gumi se izé tért magához. Hát én ma, ha már mellette vagyok, akkor mellette vagyok. Hát csak jött a következő kanyar, és biztos, aha, hogy nem fért volna hát el, és ott nem. Nem szeretnék dübbenni. Nem, hát ha ott azt nem tudod lerendezni, akkor következő kör. Another one. Another one. Közben valaki Räikkönent feltartja, ezáltal én utolértem. Éppenséggel Verstappen. Hát én nagyon gyászoljuk ezen a futamon. Mondjuk legalább még nem törtem össze. De ahogy hallom, bocsánat. Leo valamit csinált. Leo? Igen? Megelőztem. De úgy, hogy Mick Schumacher fogott meg, hogy meg tudjak állni. Az is jó. Jaj, nagy volt a lendület. Nagy. Lehet, nem kellett volna ekkora lendületet venni. Jaj, na, rá kell szóval. Azt, ugye tudod, hogy következő körben rád megyek. Az szokás. Ott előzted meg, Leo? Úgy hívják, hogy Mirabó azt a kanyart. A nagy ez előtt, a nagy kanyar előtt, a nagy 50-es kanyarnak a... Ahol van az a hupli az izé, az útba. Aha. Azt olyan félig kiket, na ott azon a részen. Az szépen komoly. Beszúrtam mellőz. Csíí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 í Na Räikkönen, készen állsz? Jönnek a médiumosok ki. Igen. Szerintem Räikkönen is ki akarna menni, de... Akkor menjen már. De azért bedübbenjek mellé. Ahogy én csak én nem. Ugyanígy vagyok Mick Schumacherrel. Már ott is vagyok mellette. Már dübbenjek. Nem dübbent. Nem dübbent? Nem. Az nem is igazi előzés, akkor tudod, hogy nem dübbent. Nem. Mindjárt majd Verstappenne. Az igazi előzés, ami dübben. Igen. De most az élmezőnyből ennyien előttünk, vagy itt még vannak azért? Még vannak. Még nem jöttek ki. Hát hárman. Akkor jó. Három. Na most jönnek. Jó. Na, visszaállt minden a régi kerékvágásba. Hanyadik vagy? Első, megint meg kiállt mindenki. És Cunoda? Második. Alonso harmadik. Mazepin. Mazepin még nem ment ki. Még Mazepin van a izé. Még ő is kimegy. De én nyolcadik vagyok, Dick. Úgy leszel hetedik akkor, kimegy Mazepin. Hát de én már valami negyedik voltam, vagy hányadik, ötödik? Ötödik. Én azt hiszem ötödik voltál. Hát igen, akkor... Leclerc volt előtted. Igen, akkor nincs mese. Kezdődik, Leo. Hello! Kezdődik a dübbenések. Úgy látom, hogy Verstappen most már mögötted van. Dübbenések órája. Úristen, a dübbenő pálya. A dübbenő GP. Leclerc a következő dübbenő párom. Mai napra. A
Hát okosan dübbensd akkor. Okosan. Amúgy nem dübbentem Verstappennel se. Semmi. Ez nem hangzik túl jól. A kikötőnél van az a csiki-csuki. Igen. És a rázókő megdobott úgy, hogy ilyen félkeresztbe állt a kocsi. Az jó. Minden összejön, és még ez hiányzik még a repertoárról, hogy még ott egy keresztbevágás, az megállna mindenki, tudod. Igen. Az na, nekem jó lenne. Te, Fettel az itt volt? Itt volt, mi? Fettel második, vagy harmadik volt. Fettel visszaesett. Aha. A negyedikre. Alonso beszúrt neki. Ez nagy dübbelés! Ez komoly dübbelés volt. Láttam a kijelzőn nagy dübbelés. Hallottam is. De ott vagyok. Leo. Úristen, Jézusom. A dübbelés. Igen, most már látlak a kijelző, vagy a térképen is. Hellóka! Szerintem megint ez a 4 másodperc kb. Jövök. A dübbenések órája. Bazd meg, jó. Ezt nem gondoltam volna, hogy ott megállunk. Azt mondja, 1.9-re van Fettel, az még nem dübbenő távolság. Hát még nem. Tehát még van 18 köröd dübbenő, nem is annyi, 16 köröd van még dübbenő. Aha. Valaki visszanyomhatná a klímát. Én is érzem már most. De a távirányítót sem látom az asztalon, úgyhogy... Én látom. Csak nem tudom, hogy hol. Talán a célegyenesben, majd megpróbálom. De akkor meg nem tudok felváltani, tehát az nem lesz jó. Ajaj. Nekem sikerült, azonnal oda nyúltam. Egy gombot megnyomtam. Igen, egyet kell nekem is. És most elkezdenem fűteni, de hülyét kapnék. De már ne falnak megyek. Ha kezdene fűteni. Jaj! Na, ez az autó nem nagyon fordul. Mi az a helyzet? Jaj! Ez nem tudom minek köszönhető. Hát a dübbenések. Na, kiterveltem, hogy a... Igen? Igen, kiterveltem, hogy a nagy kanyarnál fogom megragadni a távirányítót, mert ott egyesbe kell gurulni. És kész távolságra van? Igen, csak előtte még ott van a kis tejberizsás dobozom, de... Opa! Na itt! Oké! Sikerült! Ügyes! Ja. Ó, de megjött mindenki közben. Nem baj, egy hét. Lassan dübbenő pozícióban leszek, Leo. Igen. 1-3, 1-2. Ezt a dolgot ezt most nem kell elengedni. Gyerünk. Maradjunk szorosan. Ez egyetlen pálya, ahol látom egyébként a embereket, ahol bemutatják azt a pit táblát. Opa. Az összes többi pályán nem szoktam látni. Igen. Itt viszont, ha mondjuk pont előzés van, még le is tudnám vinni a kezükből. Azaz. Összes táblát összeszedni a haló. Mindenki volt kint egyszer. A házok kétszer is, tehát ott nagyobb dübbenések voltak. Sajnos nem tudtam Leclerchez túl közel kerülni. Leclerchez, Fettelhez. Most elég közel vagyok mondjuk. Csak itt már nincs opció, tehát következő körig kéne ezt tartani, ezt a 6 tizedet. Ami lehet, hogy még így meg is lesz.
Ja Istenem, csak 14 kör. Így van, Leo. Nem sok, egy negyed óra múlva végzünk. Hát kimondani is mámorító, csak addig ne történjen semmi. Bizony. Szóval negyed órát érjük már túl. 8 tized. Gyerünk. Jó, van már, értem. Picit most lemaradt Cuni. Lemaradt? Viszont kapják ezek a gumik is tőlem amúgy az ápolást, kezelést. Az a helyzet, hogy... Gyerünk, döbbenés! Azaz! Döbbenésmentes előzés! Szétadom! Ez az a hely volt az izé? Igen. Aha. Az jó hely egyébként, ott be lehet egyik, ha rajta maradsz jól, ott azért szépen be lehet rakni. Most nem voltam rajta jól, hanem inkább gyorsan rámentem. Volt esze, nem húzta rám. Hűbenésmentes előzés. Szétadom, amikor nem hallom a hangját. Én azt adom, amikor úgy előzök valakit, hogy a első vezetőszárnyom megelőz engem, mert leszakad. És előre csúszva még az előttük is megelőz. És mondjam azt, hogy kívánok neked hasonlókat? De hát nem kívánok. Mit akarsz, Fettel? Hol? Nincs tárgyalási opciód. Nincs dübbenésre lehetőséged. És látom, Alonso jön már, az igen. Gyerünk! De kéne még cserkészni Alonsót is. Látom már Cunodát is, képzeld. Én is láttam egész időben. Most átmentem volna egyenesen, teribe viszlek téged. Elég közel voltál. Rock and roll. 12 kör. Ennyit kell kibírni. Bizony. Jó, 2-7. Alonso. Szóval 6%-osak a hátsó. Az nem lesz túl jó. Leo. Az a 45 lesz a végén akkor. Mondjuk az még tűrhető. És itt kanyarog az egész mezőny. Bizony. Van egy olyan érzés, hogy lekörözés nem lesz. Nem. Azt írja a komputer, hogy a tehát Mazepinék 21-re vannak tőlem, tehát... Nem is csodálom. Tehát ez azt jelenti, hogyha bejönni a boxba... Akkor csont utolsó lennék. Azért ez kemény így belegondolni. Igen. A nem fér be a szárnytörés, meg ilyesmi. Nem. Abszolút nem. Ha szárnyat törik, akkor is érdemesebb kint maradni amúgy. Igen. Hát a 11. van 9 másodpercre, hát az... Mi az? Én a 19-re jönnék vissza. Úristen. Amazon nagyon elment. Csak csináltak valami csodát. Ajajajajaj, nem tudom mit kéne kitalálni, de... Alonsót még valahogy meg kéne kaparintani amúgy. Kellenek azok a plusz pontok. Plusz 3? Talán. Igen. Meg Alonsója a leggyorsabb kör egyébként. Hát látom. Nem is látom már magam előtt. Nem tudom, hogy mit mehetett, hogy ilyen jó időt ment.
Viszont Fettel nagyon a seggembe van. Veled ott elő semmi extra? Nem. 1-6-ra van cuni. Ennyi. Akkor neked ez eléggé lájtos. Most már igen. 4-1 Alonso, mi van vele? Ojajajajajajajajaj. Ne! Elment Fettel. A rohadt életbe. Azt ugye tudod Fettel, hogy akkor itt most dübbenés lesz. Dübbenés lesz. Oh! Ajaj, feltartom az egész mezőnyt. Ajaj. Hamilton miért esett vissza a tizedikre? Azt Fett... Én voltam. Bocsi. Ajajajajaj. Akkor a safety car. Igen. Összeszedi a mezőnyt. És erre a gyönyörű, hát szerintem marad egy 5 körünk. Igen. Lesz egy nagyon szép sprint futamunk. És nem érdemes kijönni a boxba már, dehogy érdemes. Ajajaj, bocsánat, én rontottam el. Semmi probléma nincsen. Fú, na, basszus. Megint itt az SC. Oké. Okay. Na. Hallod a szépen? Ajajajajaj. Jó. Ha van ilyen srácok, hát most nem lehetett mit tenni. Be kellett szúrnom, mert utána elmegy. Ez van. Dübbentés volt? Persze, de még milyen dübbentés volt? A dübbentések dübbentése volt, Leo. Erre kíváncsi leszek majd. Jaj, hát én még rükverszbe is kapcsoltam az autót, ezt úgy képzeld el? Ja, igen, annyira igen. Duró volt a helyzet. Az szép. Igen, nagyon lemaradtatok ott ilyetlen, azt vettem észre. Igen. Hamiltonom már 15-dik, tehát nem tudom, mit csináltatok ott. Az mondjuk nem tudom, hogy történt. Hát csak azért kérdezem, mert például Mick Schumacher meg Mazepin héten feljött a 12-dikre, pedig csontutolsók voltak. Aha. De ott valami nagyon csúnya aratás volt. Azt én nem tudom, mi történt hátrébb, én ott elől rükvercezgettem, meg y-oztam. Meg, tehát hogy Latifi 9-dik hirtelen, tehát... Ajaj. Tehát, hogy ilyen kis esemény. Lehet, újra kerülnek a tabellára. Igen. Ilyen csuda történt azért. Na, hát szép lesz ez. 32%-osak a hátsók. És a 32. körbe járunk. Áááá, Leo! Báááá! Brainstorm! Na jó, hát meglátjuk, hogy mennyi lesz az annyi kör. Igazából egy dübbenés még. Alonso, ha utolérem. Szerintem esetleg Cunoda, Leohoznak. Úgy tervez. Hát gondolkodok-e, valamivel fel kell dobni ezt a nagy díjat, mert csoda, hogy eddig eljutottunk, Leo. Egyébként hallott tényleg, tehát én is azt mondom, hogy volt nekem is dübbenés, minden, de még a orkúpra még nem feküdt fel a Balázs, úgyhogy addig nincs baj. Jó, mondjuk még elronthatjuk. De igen, ó, bőven. De szoktam utolsó körbenek a 4 körrel a vég előtt kiesni, tehát... A jéghideg üdítő rácsöppent a lábamra. Vagyis nem csöppent, hanem egy jó nagy... korcs odament. Gyakorlatilag. Én nem merek inni. Miért? Mert úgy érzem, hogy a emésztőrendszerem hamarosan működésbe lép ismét. És már most ezt a 6 kört valahogy ki akarja bírni. Hát az több is lesz még, Leo, ne aggódjál. Ne! Egyébként tényleg. Na! Aja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 j
Green
Green flag. Kicsit hidegek a dolgok. Igen, még fura lesz dübbenni majd most Alonsoval, de hát ez van. Jó kis Mirabeau-nál. Figyelj, az előbb összerakott magának valami nem tudom hány másodperces előnyt. Hát egy négyest. Gondolom az megint meg lenne. Jaj! Látom, dübbent. Hallom, igen, hogy dübbent. Na ez volt az utolsó warning, több warningom nem lehet. Ja, mert három szekkel izé. Igen. Visszavág gyakorlatilag a tizedik helyen, még lehet kívülre is. Gyakorlatilag. Azt akkor hiába volt a dübbenő GP. Hasz. Hát de mit lehet tenni, hát? Hát muszáj valahogy előrébb jönni. Igazából egy hely van, ahol nagyon be tudnak bújni, azt kell levédeni, azon kívül. Uh-huh. Öt kör. Tudod, a kettő másodpercre. Az még gombózva is sok. Igen, főleg a öddekás. Gyerünk! Jó, Isten! Cunodára még közeledhetnék amúgy. Jaj, de alagúton nagyon félek. Mitől félsz? Ittől a kanyarjától. Inkább elemelem a gázt. Jó, de te ott megteheted. Igen. Gyakorlatilag végig vezetted a futamot egyszer, nem? Igen. Az szép. A box kiállásnál. Hát nem zavart itt senki, ugye? Azért. Ha csak azért most Monakóban cunoda... nem rossz dolog ez. Igen. Úristen, 16-6-ot menni. Jó van. Egy egész hárommal megyek rosszabbak, mint... Opa. Ami a leggyorsabb köröm. Én egyel. Kicsit ideges vagyok egyébként. Én is. Sikerül-e vagy nem? Mert ez óriási kármentés. Nincs kármentés, mert egy fullos lenne a hétvégén. Igen. Tehát, hogy ezen így túlesni. Hát az maga az álom, Leo, de még nekem is. A tavalyi 14. illetve 16. hely. Azaz. Után, ami volt az első szezonban, hát az... De ez nekem is maga az álom, ne aggódjál. Hát hogyne? Na, mi történt? Valami fél volt. De mi? Nem tudom. Hoppá. Latifi-nek azt mondták, hogy hello. Négy kör a végjelét, remélem itt szegény, pedig itt valami 9. helyen volt, vagy hol. Ah, igen, igen. Ki is kapcsoltam a légkondit, nem úgy van ám az. Az egyenesben sok mindenre van ideje az embernek. Három kör. Na, Cunoda. Lesz dübbenés? Hát most még szerintem nem. Most még nem. De közel állunk ahhoz a dologhoz, Leo. Nem mondod. Hát itt vagyok mögöttetek. Azt a tényleg hátra néztem. Jézus Istenem. Nagyon jövök. Tényleg. Ebből Driver of the Day lesz neked, lehet. Ha nem vágom oda, mert most majdnem eldobtam. Ah,
Jó, Istenem. A 37. kör. 5 helyet jöttél előre. Á, nincs meg Cunoda, nincs meg Cunoda. A torony. Ez a jó előzési pont, ez. Azt itt berakni szépen. Sok féknyom van, úgyhogy szerintem itt voltak előzések. Voltak. Csak nekem már ezt figyelmeztetés nélkül kéne megoldanom. Ja, igen. Hoppá. Hú, baszki, nagyon visszaestél azzal, hogyha lenne bünti. Ne is mondd. Hú, majdnem eldobtam Leo. Baszki. Majdnem. Két kör. Látom. Vagy a két és fél, ugye, mert még most itt vagyunk, de... De én még akarom azt a pozíciót. Mi akarod azt a pozíciót? Kellenek a pontok, nagyon Leo. Tudom, hogy kicsit kockáztatok, de muszáj. Tudtam DRS-t is nyitni. Én csak a célegyenesben merek nyomni. Kersz meg még talán itt felfele, de csak egy pillanatra. Minden eddig innél közelebb vagyok. Ó, Mirabóra készülsz, te ide? Ezt írja, hogy két tizedre vagy! Düberés! Dübök folyamatosan! Ne, ezt a collision-t, ezt még engedte. De ennyi akkor. Ó, baszki. Collision. Nem jó dolgok ezek. Van. Viszonylag van helyed, egyébként mögötted nem izélnek. Nincs rajtad senki új. De Alonso, 7-10. Ja, bocs. Okay. De nem zavar Leo. Nem tud csinálni semmit, az öreg. Jaj, te, hát tudod mi lesz most? Final lap. Nagyon rajta vagyok. Úgy elvoltatok, hogy most 4 másodpercre lemaradt. Isten, de jó, hogy ezért nem kaptam semmit. Alonso nem. Na jó, csak, nincs meg sajnos. Én már csak gurulgatok. Most már nagyon, nagyon félek. Hát én nem apróztam el a végét se, ló. Nagyon nem. Oh. Jó, látom. Felúrott hirtelen a gumízi, hogy öcskös! És most lett volna defekted. Leo. Nem, csak 25%-osak, úgyhogy... Fáj, hát, igen. Elképesztő futam volt. Erre nem számítottam volna. Szép hát volt, Leo. Is. Nagyon gratulálok. Szép volt. Köszönöm szépen neked is, mindenkinek. A mindenségét. Gyerekek, egy háromra lehozni így Monakót. Azzal a savanyú fejjel, ahogy elkezdtük, ahogy amik voltak szabad edzésen. Ott vagyunk, 2 magyar zászló. Úgy is van. Fú, srácok. Hát. Igen. Hát ezen túlestünk. Ez kellett nekünk nagyon pontügyileg. Úgyhogy látjátok itt a végeredményt. Így van. És... Úristen, csak 3,6-ra voltál. Bizony. És jobb köridőd volt, mint nekem. Igen. Úgyhogy a forgalomban... Tényleg, piszkos úgy jobb. 2 tizeddel kellett volna jobbat menni még Alonsoé az idő. Tényleg, ő ment csak 14-es kört. Igen. Nem, van ott még Verstappen is, de... Van még Verstappen? Ja, látom, igen.
Na, de itt látjátok a táblázatot. Hát így alakult, azért kicsit átalakult a dolgok menetének az állása. Izgalmakkal vághatunk neki majd a következő futamnak. Úgyhogy, Leo, hát szép volt, még egyszer gratulálok neked. Köszönöm szépen. Hábbiatlan nem örülök a 14. helynek, de hát ez van. Hát ez ilyen. Viszont neked jobb lehet, 6. lett. Így van, így van. Na jó. Jaj. Hát innen folytatjuk, Leo. Készen állsz, mert úgy néz ki, igen, hogy csatázunk jó páran itt a VB első helyért, úgyhogy jaj. Igen. Találkozunk, srácok, a következőben. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, császtok, csá. Sziasztok! Figyelj, itt van a vége, videó vége, nyomjál egy lájkot, thumbs up. Itt van a Soundfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagad most már, valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Kövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pártó, ey!